édesapám annak a regőscserkész mozgalomnak volt a vezetője, amely regőscserkész mozgalomból, regőscserkész csapatból, mert az ő csapatából nőtt ki a tulajdonképpen a magyar tánc, néptánc mozgalom, hiszen a Muharai Elemér, Rábai Miklós és sokan mások még, Timár Sándor és Novák Ferenc, ennek a cserkész mozgalomnak voltak ifjön részesei, sőt Sárosi Bálint nem cserkész volt, hanem egy cserkész táborban ismerte meg édesapám fiatal legényként. Ez a, volt az erős cserkész mozgalom, amely Kodály Zoltán és Bartók Béla tudományos és pedagógiai elvei mentén azt vallotta, hogy mindent lehetőleg meg kell menteni, meg kell tanulni, amit a falusiak tudnak, a falusi kultúrából, a hagyományos kultúrából, de nem kirabolni kell a falut, hanem helyette adni is. Most ebben a szellem, ennek a szellemnek úgy próbáltak megfelelni, hogy ahogy édesapám elmesélte, ha elmentek egy cserkész táborba, valahova, az ország olyan vidékére, amely még hagyományőrző érdekességeket mutatott, és az akkor még bővelkedett az ország ilyen területekbe, akkor ha vittek 100 városi gyereket magukkal, akkor a környékről összeszedtek 100 falusi gyereket, akik a cserkész csapat pénzén ott üdültek velük, így is lehet mondani, gyereküdültetésnek is nevezhetnénk mai modern szóval, és az esti tábortüzek alkalmával tulajdonképpen olyan kultúrestek voltak, ahol a falusi gyerekekből próbálták kipiszkálni, nyilván fölszabadítani a gátlásaiktól őket, hogy merjenek énekelni, táncolni, sőt tanítsák énekel és táncolra, és mesére, és amit tudnak a városiakat, a városiak pedig, hát amit ők tudnak. És tulajdonképpen ebből nőtt ki a táncmozgalom, mert azok a híres táncosok, akik tulajdonképpen az egész magyar tánc tudománya a II. Világháború után indult. Először a Muharai együttes alakult meg, utána abból pedig az Állami Népi Együttes. Én egy ilyen családban nőttem fel, ennek minden előnyével és hátrányával. Hátránya volt, hogy egész életemen keresztül érezhettem egy bizonyos fajta üldöztetést, miután még 85-ben is 4 évvel a rendszerváltás előtt azt a választ kaptam a Magyar Rádiótól, hogy nem lehet a édesapám múltja miatt nem lehet a rádióban rádiófelvételünk. De hát előnye pedig, hogy mindaz, amit szellemileg édesapámtól kaptam, ezen a téren meg édesapám baráti körétől, hiszen Lükő Gábor régi ifjúkori barátja volt, és én Lükő Gábor akit szintén nem nagyon engedtek érvényesülni, de a legújabb kutatásait vasárnapi ebéd utáni beszélgetésekben családi tracspartikon hallottam, ahogy elmesélte apámnak az újabb és újabb. Ugyan publikálhatatlan, ugyan már nem engedték, hogy publikáljon, de fantasztikus felfedezéseit. Tehát ez is hozzátartozik az ifjúkoromhoz. És az, hogy tulajdonképpen amivel foglalkozom, a más területen, de ugyanazt folytatom, amit apám csinált annak idején, és ezért csak hálás lehetek, ugyan nagyon szegények voltunk, de többet kaptam, mint hogyha vagyont kaptam volna apámtól. Thank you.
ifjúsági köre Karácsony Sándornak, aki ugyan egy buzgó református ember volt, és de ebbe a körbe ugyan kicsit biblia magyarázattal is foglalkoztak, de ateisták és más vallásúak is voltak. Tehát egyáltalán nem volt egy ilyen csak a reformátusságra kihegyeződött társaság, és akkor rávették apámat, hogy ha már úgy sincs állása, akkor legalább csináljon a régi cserkész tevékenysége mintájára gyerekfoglalkozásokat az ismerősök gyerekeinek. Úgyhogy én 5 éves koromtól 18 éves koromig úgy nőttem fel, hogy havonta egyszer-kétszer a szüleink összejártak Bibliát olvasni közösen, és utána pedig a gyerekeknek gyerektáncáz volt. Még a gyerektáncáz fogalma még meg se született, mi gyerektáncáz öttük fel. És én ebbe a szemléletbe nőttem föl, és mondom, rendszeresen táncoltunk. Ezerrel képzőművész akartam lenni, és közben történtek azok az események, hogy Kalos Zoli bácsinak többször is volt előadása a Fővárosi Művelődési Házban, amire édesapám rendszeresen elment, aztán egyszer mégiscsak szerencsémre gondoltam egyet, és apám akkor is hívott, és menjünk már el, hogy na jó, menjünk, elmentem én is. És hát Zoli bácsinak fantasztikus előadás, filmeket vetített, ugye ott volt Tinka bácsi is, meg hát sokan még Pesovár, nem csak az Ernő bátyám, hanem a testvére is, Ferenc. És hát akkor az egészen megdöbbentett, mert hát én végül valahol ebben nőttem fel, de ilyet látni soha nem láttam. De hangszerzenét, ilyen vonós hangszerzenét soha nem hallottunk korábban. És hát az előadás után, mit az Isten, tolják félre a székeket a körterembe, a Fővárosi Művelődési Ház körterembe, és akkor jönnek azok a fiatal emberek, akik közül az egyik most velem beszélget, és hát kezdenek muzsikálni, és fiatalok meg táncolni kezdenek. Hát egyszerűen megdöbbentő élmény volt, és akkor még Pesovár Ferenc is táncolt, Martin is táncolt. Szóval egy olyan élmény volt, hogy beálltak legényes táncolni. Fantasztikus. Az egy fantasztikus kinyilatkoztatása volt ennek a zene és tánc kultúrának. És akkor hirdették ki, hogy akit ez érdekel bővebben, az, mit tudom én, jövő hónapban, vagy 2 hét múlva, vagy valamint havonta egyszer itt táncház lesz is. Attól kezdve én mindig, éveken keresztül mindig ott voltam. Úgyhogy elég hamar kikötöttem a Bartók együttesbe, és az utánpótlásba kezdtem táncolni, de akkor már közben rögtön, tehát igazán ugye a szívem mélyén az muzsikálás érdekelt, mert hogy tanultam én korábban hegedűt, csak abba hagytam, és hát abban a korban nem volt még esély arra, hogy elmenjek zeneiskolába, mert aki már így 20 év fölött van, hát azzal nem foglalkoztak el, zavarták. Úgyhogy rákényszerültem arra, hogy akkor ezt a Cigány Akadémiát végezzem, hogy elmenjek magam gyűjteni Erdélybe, és akkor kezdődött el, hogy 74-ben mentem először székre. Akkor Tinka bátyánk, ugye, ki okosított minket, hogy olyan hülyeséget ne csináljunk, hogy mindenki egy primáshoz jár, mindegyik igyekezzen valaki máshoz. A Béla már elkezdett járni Ádám Istvánhoz, Icsánhoz. A Sipos Misi, Ilka Gyuri össz pedig, Misi nekem elmesélte, hogy ő neki igazán azt tetszette, hogy az Ádám István játszik, de hát, hogy ne egyhez járjunk, akkor ő a Gyuri bácsihoz járt.
Én pedig, hát tudtam, hogy valakihoz máshoz kéne, de nem, hát akkor ismertem csak meg a széki muzsikusokat, és az a család, akinél én szálltam, a deákék, ők mondták azt, hogy engem a régi stílusú hegedűjáték érdekel, akkor menjek a Dobos Károly bácsihoz. Tehát tulajdonképpen egy széki család javaslatára kerestem meg a Dobos Károlyt, és aztán hozzá kezdtem járni, és tulajdonképpen mesteremnek tekinthetem, és fantasztikus élményeim voltak vele. Abba az időben ugye elkezdtem oda járni, és utána mindjárt egy év múlva hozták azt a törvényt, hogy nem lehet ott szállni senkinél. És akkor hát nagyon nehéz volt ez a gyűjtés, mert ugye egészen a falusi helytartókig nem tudták jól értelmezni a Ceausescu kormányzat szándékát, hogy tulajdonképpen onnan ki akartak volna minket söpörni. Ezért ugye a falusi rendőr csak azt tudta, hogy nem szállhatok ott senkinél. De ha egy lakodalmi sátor mellett bóbiskolok másfél napig, azt lehet csinálni. Sőt, ott alhatok is, asztalra borulva, azért nem szólnak. És ugyanez ez nagyon nagy tiszteletlenség faluhelyen, ha ilyen történik, de ők tudták, hogy miért van ez, meg tudták, hogy minket annyira a zenélés érdekel, és ezért hát a falusiak egyáltalán nem nehezteltek ezért a dologért, mert hát csak nem lehetett kibírni. Tehát tulajdonképpen egy háromnapos úton alvás nélkül kellett valahogy kibírni. Ilyen bóbiskolásokkal, meg a vonaton való alvással. A felvételen a Palotkai bandát láthatjuk. Jól látható a hegedűsök jellegzetes, a klasszikustól eltérő hangszertartása. A hegedűt nem állukkal tartják, álltartót, válpárnát nem használnak, a hangszert nyakuknak, mellüknek vagy kulcsontjukra támasztják, a hegedű nyak felőli jobboldali alsó kávája csuklójukon nyugszik. E tartásmód lehetővé teszi, hogy a vastagúrok használatakor a hangszert fordítsák a vonómozgásának sikjához, és ne a karjukat kelljen a vastaghúr sikjához emelni. Ennek nem a kényelem vagy a lustaság az oka. A rendszerint másfél napig tartó lakodalmi mulatságokon a 25-30 órán át tartó folyamatos hangszerjátékot csak rendkívül energiatakarékos, ergonomikus hangszertechnikával lehet sérülés nélkül elviselni. Hát, ha valami, akkor ez egyáltalán nem lehet görcsös, ugyanis nem a tenyerébe fogja a hegedűs a hangszernyakát, hanem a csuklója belső oldalára támassza, kicsit attól is függ, hogy kinek mekkora a keze. Ez pont ugyanaz, mint ahogy nem így írunk, mert így is lehetne, ugye aki 8 órát gyakorolja, az tud így is írni, a kínai íróművészek így írnak ecsettel, de akkor az átlagember nem tudna írni, hanem úgy írunk, hogy letesszük egy pontra, és ehhez a viszonyítási ponthoz kanyarítjuk a betűket. Ugyanennek a megfelelő. Ez jó értelemben véve egy kommerszabb hegedülési mód. Most a kommerszitást nem degradálóan értem, hanem úgy, hogy így sokkal egyszerűbb fönntartani a hegedülés készségét. Közelebbi az alátámasztás, a viszonyítási pont közelebbi. A klasszikus stílusban vagy fogok egy hangot, vagy nem fogok le. Ebbe a stílusban vagy 20, vagy 30, vagy 40, vagy 50%-ig fogom le, tehát még az erejét is lehet változtatni. Ez abból látszik, hogy a széki felvételeken is, de az összes többin is, ugye a Ferenczi Márton játékában is hallhatjuk, hogy nem egyszer glisszandónak hallatszanak olyan, tehát összefolynak olyan díszítmények, amit morzsolgatva játszik,
és mintha glisszanda, úgy csúsznak össze hangok. Ez csak azért lehet, mert lassabban emeli fel az ujját, és akkor az már teljesen rácsúszik a másik hangra. Amikor az archaikus magyar hegedűjáték hangszertechnikai eszköztárát vizsgáljuk, nem hagyható figyelmen kívül tehát az a tény, hogy a hegedűjáték hangszertechnikai eszköztára egy több száz éves, vagy még ennél is régebbi hagyományba gyökerező zenei világ hangzásbeli elvárásait, a zene megszólaltatásával kapcsolatos követelményrendszerét hivatott kielégíteni. Egy olyan zenei hagyomány igényeit, amely Európa szívében a 21. század kezdetéig is még jó részt érintetlen maradt az európai zenei írásbeliség hatásától. Tehát nagyon valószínűleg tartom, hogy egy barokk előtti korszaknak a hegedű technikája maradt meg. Liszt Ferenc egy családi fejezés szerint 1846-ban Teleki Sándor grófnál vendégeskedett, nem sokkal Petőfiék után, Koltón. Akkor Lisztnek az volt a vágya, hogy hallhassa a vidék legjobb cigánzenészét. Na most akkor a falu helyen nem zenéltek cigánzenészek, hanem a nemes uraknak voltak cigánzenészei. És a Telekinek volt egy cigánzenésze, aki az ő muzsikusa volt, a Pócsi Laci. Amíg az úri társaság mulatott a Pócsi Laci muzsikálására, addig Liszt a sarokba, a vázlat füzetébe írogatta a dallamokat, és hát állítólag ezek vannak Weimarban a vázlat könyvében, mert hogy ott van a koltói csárdás is, amit aztán a 14. rapszódiában is hallhatunk. Tehát tények támasszák mindezt alá. Valamikor a Kiel, ugye a szabadságharcba való részvétele miatt Telekinek menekülnie kellett, és valamikor a kiegyezés tájékán írt Liszt Telekinek egy levelet, hogy kedves Sándorom, hogy vagy, és mint vagy, és mi van Pócsi Lacival? Csinál-e még karcsapásokat, szabja vágásokat vonójával? Tehát Liszt nem dilettáns ember volt. Ha ő azt látta volna, hogy círogatja, akkor azt írta volna, hogy círogatja. Tehát az, hogy egy Liszt Ferenc azt mondja, hogy karcsapás, ez óriási jelentőségű. Vonóindítás, vonóvezetés sajátosságai többnyire a hang megszólaltatását, minőségét teszik jellegzetessé. A hegedűjáték karakterét a hang minőségén, megszólaltatásának módján kívül főként a vonásmódok befolyásolják. Ezek közül is talán a legjellegzetesebbek azok, amelyek a régi stílusú, közepes, illetve gyors tempójú, aszimmetrikus hangsúlyozású táncdallamok játékához alakultak ki. A dallamtípusok aszimmetrikus hangsúlyozását a karcsapásszerű vonás különböző változatai, vonás kombinációi teszik lehetővé. Ezek a vonásmódok, vonás kombinációk legtöbbször egy-egy hangpár jellegzetes ritmizálású, hangsúlyozású, illetve arányú megszólaltatását, a vonások egymás utáni sorozatként való alkalmazása, a dallamok jellemző sorozatszerűen ismétlődő ringó ritmusainak játékát teszik lehetővé. A szóban forgó vonásmódok, vonáskombinációk szinte önmagukban biztosítják a dallamok aszimmetrikus megszólaltatását. És még egy érdekes dolog, hogy a Várhelyes Geger röpiratba, ugye amit 1686-ban írtak, és aminek a politikai felhangja miatt nevezik röpiratnak ezt az írást, ott egy német ajkú nemes úr, ugye sokáig azt gondolták, hogy a Daniel Sperde ez nem igazolódott be, egy olyan nemes úr, aki itt élt, és jó értett a magyar politikai helyzetet, egy freiburgi barátjának írt egy levelet, és leírja, hogy na most, kedves barátom, én most leírom neked, hogy milyen is az a magyar hegedű, aminek te annyira oda vagy a hangjáért. Tehát ez is érdekes, hogy egy Freiburgban élő 1600-as évek Bach idejében egy német döglött ezért a hangzásért, ahol a hegedűk oktávpárhuzamba játszanak, és mellettük egy duda van. Tehát az ízlésvilág, ami Bach muzsikáját teremtette, az nem volt annyira egységes a németeknél sem, mert volt, aki ezért teljesen bomlott, ezért a hangzásért. És akkor ő leírja, hogy milyen is volt ez a hegedű, és hogy játszottak a magyar hegedűsök. És az leírja azt, hogy a magyar hegedűsök furcsa módon, szokatlan módon hosszú vonásokat alkalmaznak,
és rángatják, staszítgatják a vonót, amit más nemzetek hegedűsei nem nagyon tudnak utánozni. Hát ez a bizonyos rángatás és taszítgatás, ez nem más, mint ennek az aszimmetrizáló hegedülésnek a legexaktabb megmaradása. Tehát ez a táb, dáb, tídi, 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 tídi. Ennél jobban megmagyarázni egyszerűbben, hogy rángatja, staszítgatja a vonót, ez nem lehet. Ha egy német ez csodálkozik ezen, akkor egy olyan német, aki nem dilettáns teljesen a zenéhez, nem egy műveletlen ember, akkor ez nem lehetett általános náluk. Ez nem lehetett náluk általános. Tehát ez megint egy olyan dolog, de Kis Lajos kutatása is, ugye a bukovinai zenével kapcsolatban, ahol már olyan barokk formákat fedezett fel, ami a barokk zenébe kiteljesedett, ő is bebizonyította ezt, hogy ez nem lehetett az, hogy a bukovinak, akik űzött vadként kergetődtek határokon keresztül, hogy ők szabadidejükben a bécsi zenét hallgatták volna. Amikor a muzsikás együttes ott megalakult, muzsikás együttessé alakult a Bartók együttesben, még abban az évben alakultunk mi is, meg néhány hónappal később. Hát egy bizonyos formációban, tehát nem olyan formában, mint ahogyan később zenéltünk, de akkor kezdtünk el zenélni. Amikor már stabilizálódott a helyzet, akkor talán 75-ben vagy 76-ban, akkor a Bányavári Gáborral és Konkoly elemével kezdtünk muzsikálni. Elég az hozzá, hogy abban az időszakban, tehát mi a Bartókban zenéltünk, volt a Bartók együttesben, volt olyan fantasztikus, akkor persze a Mesti akkor is mondta, hogy olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy ezt föl se fogjuk, nem is annyira mi, hanem a táncosok. Ugye volt olyan időszak, hogy volt három nagy együttes próba egy héten, és két utánpótlás, tehát öt próba egy héten, és mind az öt próbán élő zenekar muzsikált. Ilyen, ez nem is, az a fiatal társadalat nem is föl se fogta szerintem, hogy ilyen nem létezik. Ma már most sincsen, ugye. Nekem az egész táncház mozgalom, hiszen a Bartók együttes neve fémjelzi ezt a mozgalmat. Itt indult el az a fantasztikus forradalom az autentikus népzenének és az autentikus néptáncolásnak a reneszánsza az 1970-es években. Valamennyien, akiket ez érdekelt, akiket ez vonzott, a Bartók együttes köré csoportosultunk annak idején. És már régebben is beszéltem erről, hogy Halmos Béla, akik hegedülünk, és akik annak idején hegedülni kezdtünk, Halmos Béla nyomdokain indultunk el, ő volt az, aki meg tudta mutatni, hogy lehet másképp
hegedülni a népi dallamokat, mint ahogy addig valaki is hegedülte már az úgynevezett tanult emberek világába. Én is először ugye táncoltam a Bartók együttesbe, utána zenéltem, és utána együttesemmel tovább mentünk a Közgazdaság Egyetem táncjegyetésébe, amelyik ugyan az idén ünnepli a 70. évfordulóját fennállásának, de nem azért mentünk tovább, mert valami bajunk lett volna, hanem tovább akartuk vinni azt a lángot, amit Timár Mestitől, a Sebő Együttestől, Halmos Bélától kaptunk, és úgy terjeszteni akartuk. Tehát teljesen ugyanúgy megmaradtunk Bartókos, vagy én legalábbis úgy érzem, hogy megmaradtam lélekbe Bartókosnak. Tehát volt egy nagy robbanás, amikor a Bartók együttesnek akkora hatása lett az országba, hogy mindenki követni akarta. Hát ennek tanúi voltunk, mert én is mindenüvé utaztam az együttessel, és hát tudjuk, hogy egészen releváció volt, amikor egy-egy újabb koreográfiát bemutattak, amikor az ötlegény, vagy a vajdakamarási, a Varga Zsolnak a vajdakamarási, vagy bármi történt, akkor... Meg a széki tánc. Igen, széki tánc, hát ez teljesen az egész ország ezután... Szóval ez egy fantasztikus esemény volt akkor. Ez volt az az időszak, amikor a több évtizeden működő néptánckutatás, aminek nem volt a színpadi táncművészethez visszacsatolása, tulajdonképpen visszacsatolódott és közös. Jött egy olyan taboráza időszak, hogy akkor most nézzük már pontosan utána. Ha már egyszer van egy fejlett néptánckutatásunk, akkor már hozzuk közös nevezőre azt, ami a színpadon történik. Ha már tudjuk, hogy van fönthangsúlyos meg lenthangsúlyos tánc, akkor már ez jelenjen meg ez a színpadon is. És ugyanez a zenétől kezdve mindenbe végvonul. Tehát ez egy nagyon szükséges dolog volt. Elmondjuk, hogy nekünk az volt a nagy szerencsénk, az egész mozgalomnak az volt a szerencséje, hogy még élőben találkoztunk ezekkel az emberekkel, és az élményt is megkaptuk tőlük. Hát Bartók is elmondja, leírja a tanulmányaiba, hogy aki teheti, menjen el vidékre, mert ilyet nem hal máskor, ez is az élmény, ez egy leírhatatlan valami, dokumentálhatatlan. Úgyhogy a táncházasok ezt az élményt megkapták, Kiki a tehetsége szerint próbált ezt a színpadról szétsugározni a közönségnek. Andrisék ezek közül valók voltak, szintén megtették a magukét. Az ötlet arról szól, hogy megszólal a népzene a színpadon, amit a közönség ugye abban az időben nem nagyon ismert, tehát ez is egy ismeretterjesztés volt, és akkor na tessék, hát Bartók Bélának nem derogált ebből zenét csinálni, és azt is eljátszották. De minden esetre úttörő volt az ötlet, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy lám-lám, vannak ilyen művek, és vannak ilyen népzenék. Az az érdemük, hogy mind a két vonalon ismeretterjesztést csináltak. Tehát előszedtek olyan népzenéket, amit a közönség nem ismert, és megmutatták, hogy ezzel Bartók mit próbált kezdeni.
Egy ideig dolgoztam a Rózsavölgyi zeneműbolt pincéjébe, ami a zenemű kiadónak volt a Kotta raktára. Kottát csomagoltam, és akkor került kezembe Bartók halála után kiadott fő tudományos műve, a Romanian Folk Music, egy háromkötetes mű. Vagy a Zenetudományi Intézet, vagy valamelyik kutató rendelhette meg, mert iszonyatos drága volt, egy vagyont érő, akkor igen, nagyon drága volt, több mint fél évi keresetem volt akkor egy ilyen könyv, de akkor megdöbbenve láttam, hogy ez létezik, ugye hát ez nem sokkal azelőtt adták ki Amerikába, és attól kezdve nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy próbáljam ennek a hasznát. Tehát tulajdonképpen az, hogy egy Bartók forrásokat bemutató műsort csináltunk 1981-ben, az a Bartók zenével és a népzené, a Bartók zenének a népzenéhez fűződő kapcsolatáról szólt. A harmadik műsorunk a Hallatadéri Szatmár vármegyének, ott már tulajdonképpen elkezdődött ez, hogy mi a török időktől próbáltuk felgöngyölíteni a szatmári kultúrát, és ott már szögetődött a fejembe ez, hogy itt a történelmi távlatokat érdemes volna. És akkor hát ehhez nyújtott nagy segítséget a 18. századi dallamok kutatása. Az első ilyen ezzel kapcsolatos műsorunk a Liszt források voltak, amit a Liszt évben mutattunk be, és utána ugyan Kodály források és Haydn források is, de ez nem azért, mert egy futószalagon kezdtük volna gyártani, hanem tulajdonképpen ezeknek a kutatásoknak a hasznát akartam valahogy alkalmazni a műsorainkba. Tulajdonképpen Liszt is, Haydn is tanúja volt annak a táncdivatnak, amely különben nagyon összevágott az európai felvilágosodás utáni nagy zenei divata. És ennek volt egy bizonyos leképeződése az, hogy, hogy ugyan a magyar nemesség a hagyományos táncokat és az ahhoz való zenét akarta zenéltetni, de valami hasonló apparátussal, mint amilyen a vonós négyes meg a vonós trió. Amikor ezért is, ez is segített ahhoz a döntéshez, hogy ott hagyjuk a Budapest Táncegyüttest az alul foglalkoztatottság mellett, hogy megkerestek az Óbudai Népzeneiskolából, bocsánat, az a harmadik kerületi zeneiskolából, hogy itt szeretnék bővíteni a népzene oktatást. Hát én nekem hozzám jöttek, és én pedig örültem neki. És megmondom, hogy azért, mert ugye nekem is volt foglalkozásom, nem kellett volna eljönni a Budapest Táncegyüttesből, meg hát azért is mertünk eljönni, mert akkor olyan praxisunk lett, olyan sok szereplésünk volt az együttessel, hogy az is épp elég lett volna. Hanem engem borzasztóan izgatott, hogy meg is tudjam magyarázni,
hogy miért úgy játszok, ahogy játszok. Tehát engem kezdettől kezdve ez nagyon izgatott. És az volt a feltételezésem, gondolom, hogy ez nem egy téves feltételezés, hogy ha nekem ezt majd meg is kell magyarázni, akkor ha más nem, én legalább érteni fogom. Végre eljutottunk oda tanulmányaidban, hogy elkezdhetjük a széki négyeseket tanulni, ami egy különlegesen szép, aszimmetrikus zene és tánc típus, tánczene típus. Először el fogom játszani a dallamot, amit elkezdünk tanulni. Ferenczi Mártontól ismerjük a legrégebbi felvételt. Új, az a szövege, hogy édesanyám miért is szültél, persze nagyon sok egyéb szövege is vannak a dallamok. Falusi emberektől, muzsikáló emberektől próbáltuk azt is összeszedni azt a tudást, hogy ők hogy tanultak, hogy hogy adták át. Tehát abban a környezetben, a falusi környezetben, hogy zajlott az oktatás, vagy a tudásnak a tovább hagyományozása. És ebből próbáltunk minél többet átmenteni. És ezt én nagyon fontos, ez nem azért, hogy most mi majmoljuk az öregeket, hanem valamit tudtak, ami jól működött évszázadok, vagy talán lehet, hogy évezredeken keresztül. Ami nem gyepesedett be, nem vált skolasztikussá, nem merevedett meg. Gyanús az, hogy nem csak a zenébe, hanem az összes többi, a népi kultúra összes többi területén is hasonlóképpen működtek rajta. Tovább, csak most megmutatom, hogy mennyire más lett volna, ha nem az aszimmetria szerint játszunk. Ugye, teljesen, mintha nem is, mintha ki is vetközne a dallam saját mi voltából. Na de akkor most játszod légy szíves egyedül, és így fog találkozni a kíséret meg a dallam ritmikája. Rajta! Nagyon jó. Jánosi Andrásnak rendkívül fontos az a filozófiája, hogy minél alaposabban megismerni a népzene belső gondolkodásmódját. Nem elég csak technikát tanulni, nem elég csak módszereket kigyakorolni, hanem tulajdonképpen az anyanyelvűséget kell valahogy megérezni, átadni tudatosan. Közösséget alkotunk, a közösség együttléte során egymástól veszünk át információkat. És ez nagyon fontos, hogy egymástól. A kicsi is tanul az időstől, de az idős is tanul a kicsitől. Az egyik tanár tanul a másiktól, az egyik növendék tanul a másiktól. Ezt én így tapasztaltam meg, amikor tanulója voltam ennek az iskolának, és ma is ezt képviseljük ebben az intézményben. Thank you.
mindazt a munkát, amit a népzene kutatásába, sajátos kutatásába, gyűjtő-kutató munkába fektettem, meg a 18. századi magyar dallamanyag és a népi dallamok összehasonlításába fektettem, mindezt a munkát szerettem volna kamatoztatni az együttesem tevékenységébe. És ezért az elmúlt évtizedekben nagyon sok, 28 olyan jellegű, olyan színpadi koncert, ilyen kicsit színházias jellegű, koncert jellegű, vagy ilyen tudományos tényfertáló koncertet szerveztem az együttesemnek, mint a Bartók források vagy a Liszt források volt. Ebből a 28-ból 23 volt, ami különböző témájú, mert volt, ami többször is kísérleteztem, és többször is megcsináltunk. És hát mindig szomorúan tapasztaltam, hogy nincs igazán lehetőség arra, hogy ezeket mi bemutassuk, mert ezek nem a legdivatosabb, nem a divat főáramába tartozó kérdések, és ezt fölvetve a Művészeti Akadémia lehetőséget kaptunk rá, hogy hát legalább próbaképpen az idei ősszel 5 koncertet ebből a 23-ból megcsinálhassunk, és ha jól sikerülnek, lehet, hogy még lehet folytatása is. És a következő egy legalább ennyire érdekes, ha nem is a művészetével foglalkozó kérdést próbál megvilágítani. Az a címe, hogy a régi magyar táncok 28 általunk ismert népi táncnak találtam meg a zenei előzményét a 18. század gyűjteményekbe. A tánckutatók nyilván csak néhányról beszélnek, 3-4-ről beszélnek, mert a tánc, konkrét táncleírás nincs többről. De ha a zenei oldalról vizsgáljuk a dolgot, akkor ennyi, 28 táncnak már meg lehet találni. Tehát a táncok nagy részének, a régi stílusú táncaink nagy részének meg lehet a zenei előzményét találni régi gyűjteményekben. Hogy ezt ne kelljen olyan sokat beszélni erről a színpadon, mint amennyit én most beszélek, ezért azt találtuk ki, hogy úgy próbáljuk animálni ezeket a dallamokat, hogy táncosok animálják. Lesz 2 zenekar, ezt is talán 2-szer tudtuk összesen eddig megcsinálni. Az egyik egy népzenei együttes, a másik leszünk mi, akik a 18. századon játsszuk. Mi Attakka dobálgatjuk staféza-szerűen a dallamokat, amelyek között nem csak stílusban, hanem nem egyszer konkrét dallamváltozatok is megszólalnak. És közben a tánc marad, tehát a táncosok közben táncolják rá a táncot, mondjuk megszólal egy felsőmarosmenti sebesforduló, és a dallamnak egy 18. századi változata. Mi különös érdekessége ennek a műsornak, hogy ezt Tövilőhegyére végig tudtam tárgyalni Pesovár Ernő bácsival, aki ugye hát nagyon híres tánckutató volt, és nagyon érzékeny volt éppen erre a témára, és ő teljesen elfogadta és aláírta, és ő látta is ezt a műsort, és lecsekkolta, úgyhogy az ő tudtával és engedelmével és hozzájárulásával csináltuk meg, és ugyanazt a műsort fogjuk most is próbálni.